Köszöntöm kedves nézőinket, önök az Ismerős című műsorunkat látják. Mai műsorunkban a beszélgető vendégem Füsti Molnár Éva, Jászai Mari díjas színművésznő. Üdvözöllek, szervusz! Szervusz, én is üdvözöllek! Tegeződni fogunk, mert hát ugye régóta ismerjük egymást, és Éva ezt is kérte tőlem. Hát kezdjük azzal, ahogy általában szoktunk egy ilyen beszélgetést ebben a műsorban, hogy hogyan kerültél te a pályára, ugye, ha jól tudom, nem mindig akartál te színész lenni. Hát nem mindig akartam, de amióta az eszemet tudom, szórakoztattam a családomat és a környezetemet vele. Tehát ez így igazából természetes volt, hogy én színész leszek, csak van egy olyan kora az embernek, ez a fiatalabb tínédzser kor, amikor visszavonul, és akkor nem szeret szerepelni. Tehát azért a felnőtté válással problémázgató ember általában nem. Főleg a fiúk, de én, mint lány, én is, szóval akkor komoly akartam lenni, és szégyeltem magam, hogy én szerepelek. Hát ugye nő az ember, meg nőiesedik, szóval akkor nem akar szerepelni ebben az életkorban, kevés kivétellel természetesen, és akkor eldöntöttem, hogy hát majd a családi hagyományt folytatom, és akkor én is orvos leszek majd. És akkor mire eljött az érettségi és a továbbtanulási idő, akkor természetesen bejelöltem a színművészeti főiskolát. Így alakult. De ez egyébként maga az ötlet, hogy mégiscsak egyetlen bejelöld színművészetit, az... Ösztönösen. Ez ösztönös volt. Úgy látszik, teljesen ösztönös volt. Igen, nem mondta senki, hogy el kéne menned. Dehogy. Nem. Nem, otthonról nem akartak semmifelé terelni, nem akartak engem befolyásolni, hogy abszolút szabadságot kaptam a választásban. De az orvospályát nem nagyon támogatták, vagy? Hát nem, azt annyira nem. Az nem, hogy nőlétemre azért az nehéz hivatás, hogy két hivatást űzzek, tehát a családot is, meg az orvosit is, az egyszerre, az tényleg egy nőnek nagyon nehéz valóban. Orvos lettél volna? Milyen orvos szerettél volna lenni? Hát, azt nem tudom. Odáig nem jutottam el, nem tudom. Pszichiáter. Hogy a témánál maradjunk. Mondja. Jól vagyok, köszönöm. Az egyetemre felvettek elsőre a színművészetre? Nem vettek fel, és szerencsémre, mert nagyon jó iskolát jártam ki előtte. Pesten van a Pince Színház, most már nem, volt a Pince Színház amatőr együttes, akik főleg ilyen fiatalokból, főleg tinédzserekből álltak, vagy akiket első-másodikra nem vettek fel a főiskolára. Keleti István nevű fantasztikus szakembernek a keze alatt játszottunk, fejlődtünk, tanultunk a színháznak az alapjait. Tehát amit én ott megtanultam, a mai napig vallom. Nagyon jó mesterünk volt ő. És aztán hát addig-addig próbálkoztam többiekkel együtt, amíg onnan szinte majdnem mindenkinek sikerült. Onnan indult el a Szakácsi Sándor, Isten nyugosztalja, Sörös Sándor, hát Sütcila, hát mit mondjak, most pont olyanokat mondok, akik nem élnek már, de egy nagyon jó iskola volt. Hagyományos színházat képvisel, de nagyon jó alapokat kaptunk. És a főiskolán ki volt a mestered? Hát az igazi mesterem az a Kocsák Tibor és a Kemény Gábor volt, ők zenészek, zongoristák, zeneszerzők, karmesterek. Őtőlük a szakmából, miután ez zenés osztály volt, tehát musical osztályba jártam, a zenésből nagyon sokat tanultam, azon kívül Versenyi Ida tanárnőtől is, Isten nyugosztalja, most már őt is, ugye, hát 36 éve végeztem, hát azóta sajnos már, azóta mert páran kidőltek a sorból, és az osztályfőnököm sem él már, aki, de az éppen egy ilyen nagyon kedvetlen időszakát élte, a Kazán István volt az osztályfőnököm, aki már azért annyira nem törődött velünk, eléggé megkeseredett ember volt. De akiktől azért lehetett, volt akiktől lehetett nagyon sokat tanulni. És hát az a legjobb az embernek az életébe a főiskolai, mert akkor minden előtte van, akkor bármi lehet, a övé a világ, és bulizások, és reggeltől estig főiskola, hát az jó volt. Hát ugye a jó papa szoltig tanul.
Így van. Nemrég végezted el a mester ja, tavaly, szakot. Ja, igen, tavaly diplomáztam, igen, a Pannon. Egyébként egyetemen. Így a pályafutásod során föl tudsz sorolni ilyen meghatározó neveket, akik így, akikkel vagy együtt dolgoztál, vagy valamilyen kapcsolatban voltál, de hogy meghatározó akik volt. Fontosak. Igen. Rettenetesen fontos volt Eck Imre például. Érdekes módon pedig nem a balettben vagyok, de Eck Imre totális színházat csinált ő a balettben is, tehát ő nagyon sokszor bevont prózai színészeket is. Vallai Péter szintén sajnos már nem él, akivel nagyon sokat dolgozott együtt, és bevonta. És úgy alakult, hogy elkezdtem tanítani 85-ben a művészeti szakközépiskolába a balettosok. Meg Eck Imrének volt a vágya az, hogy egy balettos ne csak a testével, hanem az arcával is, a gondolataival is kifejezzen, hogy egy kicsit komplexebb. És akkor kezdte elő, hogy legyen színészmesterség órájuk a balettosoknak, és hát én ott onnantól kezdve egy jó 14 évig tanítottam, és hát sokat konzultáltunk erről, és mondhatom, hogy olyan mentorszerűnek rengeteget tanultam tőle, csak olyan apró, rövid beszélgetésekből, megnyilvánulásokból, Eck Imrétől rengeteget tanultam. Például mit? Most rögtön az jut eszem, hogy tanácsot kértem tőle, hogy hát hogyan koreografáljak én meg valamit, amikor olyan tánc nincs is, egy Shakespeare részletről volt szó, hogy hát azt írta a Shakespeare, hogy ez ilyen és ilyen tánc, és hát hogy ezt honnan vegyem, és azt mondta az Eck Imre, hogy az a tánc, amit te koreografálsz, az lesz az. Például is azt mondta, hogy azért egy zseni, azért zseni, mert rossz a memóriája, ezért mindig újat kell kitalálnia. Ja. Nagyon nagy élmény volt például. Hát ez tényleg most már őrület, hogy mindenki, akit mondok, meghalt. Mert hogy ő még ráadásul most, nemrég és fiatalon a Kamondi Zoli filmrendező. Igen, aki itt rendezett nálunk egy darabot, és itt taroltunk vele, szóval akkor még nem poszt volt, hanem csak színházi fesztivál, és mit tudom én, hány díjat nyertünk, már nem is tudom, ötöt vagy mennyit. De én is nyertem akkor, nagyon büszke voltam. És az például az a munkamódszer, amit ő csináltam, amellett, hogy fantasztikus tehetség volt, és az a nyugodt filmes munkamódszer, hogy nem az hajtás, hogy jaj, itt a bemutató, itt az fú, hanem hogy kidolgozni az időt, értékesen kidolgozni az időt, és alkotó társnak tekinteni a színészt, azt vele éltem meg, és ő tényleg emiatt egy nagyon fontos állomás. A Szív bűnei volt, amit... Hát egy tulajdonképpen banális darab, egy amerikai film is készült belőle, utólag aztán megnéztem, és azt mondta Zoli, hogy ez annyira banális, ez hát most ezt adták ide nekem, hogy rendezzem meg. Hát úgy fogjuk eljátszani, hogy hátulról visszafele. És úgy játszottuk el, hogy elkezdődött a végén, és befejeződött az elején. Hát baromi izgalmas volt, és mégis pontosan tudta a néző követni, hogy hol tartunk. Amellett itt a kamarában úgy csinálta, hogy szétnyitotta a színpadot, és kamerázta közben, hát a filmrendező persze, és mi úgy játszottunk, mintha találkoznánk. És a kamerák pedig összemontírozták a képet, és fönt, képernyőn lehetett látni, monitoron azt lehetett látni, mintha két ember csókolozna, holott az egyik itt állt és mit csinált, és a másik ott állt és így csinált. És hát apró ilyen ezer fantasztikus trükk volt benne, ami izgalmasra tette, és egyáltalán nem volt probléma az, hogy hátulról visszafele játszottuk. Pergő volt, jó, izgalmas, nagyon jó volt. Ugye 80-ban végeztél. A főiskolán, igen. Utána nem egyből jöttél Pécsre, hanem de egyből Pécsre jöttem, volt még egy-két év kitérő közben rock színházas. Hát az utána volt, aha. Igen. Igen, tehát két évet itt voltam, és akkor nyílt a rock színház, és elhívtak.
82-ben nyílt a Rock Színház, igen. Elhívta. Itt vagy ugye több mint 33 évet lehúztál itt Pécset, na, kivonjuk a 36-ból, aztán hát most már 34, nem 3 évet kell kivonni, igen ja. Akkor 33-at, igen. Azért ez egy összeg. Hát nem a gombócból is. Igen. Volt pár bemutatód, igen. És már egyet említettél, amúgy emlékezetes volt, de voltak még ilyenek? Hát persze. Nagyon sok. Hát például, ha most megint azt kell említenem, hogy Bubik István, Balikó Tamás, és hát ez valami borzasztó. Pillantás a hídról például. Az volt az első posztnak, a Bubik nyert vele, azt hiszem a legjobb alakítást, az egy nagyszerű, Szikora rendezte, az egy nagyszerű előadás, emlékezetes előadás volt. Tehát hogyha most visszanézem, mert megszoktam néha, ugyanolyan izgalmas, és nem zavar, hogy magamat nézem. Egyébként mindig zavar, és általában mindenkit, senki nem szereti, hogy magát nézi, jaj, ez nem jó, meg hogy jobban csináltam volna. Tényleg egyébként ez az egyik, és a másik meg a Grace és Gloria, amit úgy nézek, mintha nem én lennék ott. Uh-huh. És úgy követem az eseményeket, ha visszanézem. Nem szoktam mindig nézegetni magamat, ez nem azt jelenti, csak hogy ez a két darab olyan, hogy... Uh-huh. hogy pff, a Grace és Glóriát azt még most is játszhatok. Játsszuk, igen, most megyünk 4-én is vele, igen. Az meg 3 éve megy. Igen, igen. Hát az egy nagyon fontos darab. Az egy fontos darab. Ezt tudom rá mondani, igen, igen. Ugye musical színészként kerültél ki a főiskoláról, de hát ugye ugyanúgy el kell játszanod mindenféle darabokban szerepeket, nem csak musicalekben. De egyébként te hogy érezted magad akkor, mikor kikerültél a főiskoláról, hogy mi az, ami neked mégiscsak közelebb áll, vagy hogy állt el ez a kérdés, az, hogy inkább vagy te musical színész, és inkább csak zenés darabokban, vagy milyen darabokban érezted magad jobban? Nem volt ez kérdés, mert a prózából is vizsgáztunk mi a főiskolán, meg mondom, hogy volt egy jó kis amatőr múltam, tehát volt egy kis tapasztalatom már. Úgyhogy nem volt. Egyetlen egy, amitől lockodtam, az az operett. És hát muszáj volt operettet játszani, mert hát itt vidéken kell, meg hát most mi a fenéért nem akarsz, mondta az igazgató, hát miért nem? Amikor musical szakot, persze nem tegezett, csak most így mondom véletlenül, hogy hát muszáj, igenis, hogy a színész, kezdő színész, az még a prózista is, akkor is azon tanul, hogy énekel, táncol, meg minden. És szerencsére egyébként, hogy első évben volt a Chicago, mert akkor legalább musicalt játszhattam, de beletettek egy operettbe, mindegy. És én nagyon, ezt a stílust akkor még nagyon-nagyon-nagyon nem szerettem. Nagyon nem szerettem. Szóval egyenértékű volt nekem a magyar nótával. Szóval ezzel ne fárasszanak ezzel a... édesmézes ízével. Hát ez a többnyire így vannak a színészek, nem? Hogy azért annyira operettet nem szeretnek de játszani. Dehogy nem szeretnek, de szeretnek játszani, de szeretnek. Mármint aki egy prózai színész, és inkább de, csinálna hát, valami de jó, de jó, munkát, de jó kirándulás, hogy... csak hát tényleg fárasztóbb, tehát sokkal fárasztóbb, mert énekelsz, táncolsz, egyszerre megjátszol. Tehát az tényleg egyszerűen nehéz, fárasztó, komplikált csak ezeket a nótákat. És akkor később, ahogy így öregedtem, rájöttem, hogy ezek főleg az ilyen nagy operettek, amiket még a mai napig is játszanak, ezek piszok jó zenék. Tehát itt a zenékre rá lehet hagyatkozni, amiután ugye az egyetemen is tanultam egyesmást, kiderült, hogy az operettek szövegkönyvei egyáltalán nem így néztek ki, ahogy most játsszák őket, ugyanis nagyon erősen megcenzúrázták. Ezek nagyon erős, bíráló politikai tartalmú librettok voltak, amit ugye nem engedtek soha.
szemei korban, és ezért olyan édes, hogy jaj, elmegy a szerelmem, de megtalálom meg, hogy ármánykodnak, de hogy egy fenét, hát nem csak erről szóltak, és amellett pedig nagyon értékes, nagyon komoly zenei anyagok vannak benne. Úgyhogy én például nagyon szívesen rendeznék operettet most már. De rendezni nem játszom. Hát rendeznék, de nem hagynak. Még kicsit is rendeznék, meg prózát is rendeznék, de... Igen, hát rendeztél is. Háromszor megengedték. Hát ebből a Grace és Gloria, ami még megy, de nem itt, hanem színházon kívül, mert itt a századik után. Hol szeretsz most már jobban lenni a színpad, melyik felén? Vagy hol szeretnél? Ugye nem rendezett túl sokat, de azért játszol, de... Hát szeretnék, de nem vagyok sajnos a nézőtéren. Nem lehetek. Visszatérve a musicalekre, ugye hát most még... Nem tudom, padlás megy még, vagy... Ebben az évben pihentetjük, de szerintem következő évadban megint elő fogjuk venni. Most tavaly pihent a dzsungel, és most azt vesszük elő. Ez ugye azért nem ugyanúgy játszom musicalekben, és most így idősebb feje, hogy látod ezeket a musicaleket? Hát vannak öreg szerepek, vagy... akkor kapok. Nem teher már egy musicalbe játszani, vagy nem azt érzed, hogy... Hát azért nem kell nekem itt spárgáznom meg ilyenek, hanem... Öreg bagira vagyok, aki ilyen... Jó, hát egy kicsit kell táncolni, meg fára mászni, mondjuk azt még meg tudom oldani, remélem, hogy hagyja a kérdés. És hát a padlásban meg egy öreg asszony vagyok, hát annyit mozgok, amennyit egy öreg asszony, úgyhogy nem fárasztó, nem. Hát ugye mellette játszottál a harmadik színházban, úgyhogy gondolom az ilyen műhely munkára igényed az azzal ki van elégítve, nem? Mint hát az színészek azért vágynak arra, bírnám, hogy... gyakrabban is. Igen. Hát ez nagyon, hát úgy néz ki, hogy ez jól sikerült, ez az írdarab, a Piszkavas, igen. Úgyhogy elhoztunk két díjat, hál' Istennek. Igen, gratulálok. Nagyon jó munka van ott tényleg. Ott aztán tényleg nincs semmilyen kis színház, kis társulat, és partnerek. Partnerek vagyunk ott is a rendezőnek, ahogy ezt a Kamondinál mondtam. Tehát nagyon ott, jó. Azt igen. Kapod. Igen, tehát az amikor egy színész minket. Alkotótársnak érezheti magát, és nem az, hogy megmondják, hogy ott bejössz jobbról, aztán pofát befogod, mert bocsánat, de akkor azért az jó, tehát sokkal nagyobb, több kijön az emberből, sokkal többet tud teljesíteni akkor, hogyha a partnerként kezelik, jobban megnyílik, igen. Visszatérve a tanításra, ugye mondtad, hogy 14 évet tanítottál a művészeti gimibe, színészmesterséget, utána kezdted el te a színistúdiót? Nem, még közben elkezdtem, és akkor a kettő már egy kicsit sok volt együtt. Úgyhogy akkor, amikor tudtam magamnak, akkor már Urik Dóra volt az igazgatója az iskolának. Az iskolának, bocsánat, hanem a tánctakozat vezetője. És azt mondta, hogy csak akkor mehetek el, hogyha olyat hozok magam helyett, aki neki is megfelel. És akkor a Szél Horváth Lajos és az Andi, ő már nincs itt, a Simon Andi, ők ketten vették át tőlem. Ő nagyon jól csinálták, de nagyon jó, nagyon jó időszak volt. Egyetlen, ami zavart, az, hogy osztályozni kellett. Igen, de amíg Ekimre jött, akkor még érettségi tantárgy is voltam, azt mondta, hogy érettségiztessek, és egyszer kellett, ez nagyon érdekes volt. Ez az színészmesterségből hogy lehet? Helyzetgyakorlatot húztak. Helyzetgyakorlat volt a tétel, húzott egy cédulát oda, ahol írva, hogy ezt és ezt játszd el, ha akarsz beszélsz, de nem muszáj, és akkor, és játszott. Ja. Mit ad neked a tanítás, vagy miért tanítasz te egyébként amellett, hogy színpadon vagy? Hát ez jó kérdés. Hát ez... nem tudom. Így fiatalabb maradok, hogy egy fiatalok között vagyok biztos azért. Nem tudom, szeretem átadni, amit tudok. Hogyha
élvezem azt látni, hogy valaki jobb, vagy vesz egy instrukciót, megtapasztalja a szereplést, leküzdi az izgalmát, fejlődik, szebben beszél, jobban kihúzza magát, szóval. De hát nem is csak színészet van a színi stúdióban, hanem minden művészeti tárgyból van külön tanár. Tehát ez úgy hívom, hogy a művészetekkel való ismerkedés ez a stúdió végül is, ez nem egy tanoda. Magát a szót se szeretem, megmondom őszintén, ilyen komolytalan. Tehát nem, ha olyan gyerek vagy szülő jön, aki rögtön szerepelni akar, annak ez nem való. Tehát mi nem megyünk fesztiválokra, meg nem tudom micsodákra, hanem fél évenként, fél évben és évvégén van egy házi bemutatónk, hogy na ezzel foglalkoztunk táncból, ezzel foglalkoztunk énekből, színészetből és kreativitásból, az ilyen, hogy az képző és egyéb művészet. És mi a tanításban a te, hogy mondjam, programod, mi az, ami mentén te a gyerekeket neveled, vagy mi az a gondolat, ami mindig az van, hogy mi a fontos, hogy mit tanuljanak, vagy hogyan? A helyes önismeret, önbizalom, tehát az tisztában legyen azzal, hogy mit tud, hogy mit érdemes fejleszteni. Végül is ebben kap ő visszajelzést, hogy melyik az a művészi terület, hogy esetleg. De másba is fel tudja alkalmazni ezt, amit. Tehát biztos fellépést, meg értelmesebb, határozottabb megszólalás, beszéd. Tehát ilyenekben is. A döntési tudást, azt mindig szem előtt tartom. Tehát amikor egy helyzetgyakorlat van, hogy kétféleképp is lehet megoldani, vagy háromféleképp, melyik a helyes. Tehát ebben azért van egy ilyen nagyon kis elrejtett pedagógia, hogy tudjanak és megfontolni, és döntéseket hozni. Önbizalom, önismeret, ilyesmi, igen. Vannak olyan régi... És őszintesség, bocsánat. Őszintesség. Vannak olyan diákjaid, akik azóta esetleg a pályán maradtak, vagy művészi pályára léptek, és azóta már elértek bizonyos dolgokat? Aki mondjuk ugye a legmagasabbra vitte, az Erezes Judit, a Katonában van. Uh-huh. De úgy vagyogatnak. Igen. És ilyenkor büszkeséggel, vagy hogyan látod, ha valaki mit oda jut, akkor mi, hát mi az, ami elégedett vagyok, benne? Hát elégedett vagyok, hát rá nem, hát legyen ő magára büszke, én magamra nem vagyok büszke, mert hát valamit lehet, hogy elindítottam benne. Vagy mondjuk, aki stúdióson volt, de hát az amellett, hogy a stúdióba járt egy darabig, családi barát is. Tehát most nem is régen találkoztam vele, a Kovács D. Dániel, aki most végezte el a rendezőszakot, és a Víg Színházba szerződött, és a Katonába rendez, és minden. Hát szóval ő már nagyon-nagyon-nagyon kifutotta magát, és annak nagyon-nagyon drukkolok a továbbiakban is. Még a végére még egy nehezebbet kérdezek, már nem biztos, hogy nehéz, de hogy... Kíváncsi vagyok ezt. Megijesztesz? Nehogy. Hát csak annyi, hogy ugye, itt van egy hosszabb pálya mögött, már azért igen. Csináltál ezt, azt nem csak színházat tanítasz is, stb. De hogy így az életben mi volt az arszpoétika, ami téged mindig előrébb vitt vagy hajtott? Hát én nem, nekem nincsen arszpoétikám. Még vannak feladataim, de arszpoétikám nincsen. Nem volt valami... Amit olyan, kiírtam az ajtóra? Nem feltétlen valamit kiírtál, hanem ami mentén te mindig cselekedtél, hogy ami fontos biztos, volt az életedben, és azt mondtad, hogy... Biztos, hogy van ilyen, csak én ezt nem tudom ezt ilyen egy mondatban megfogalmazni. Biztos, hogy van ilyen, hát ilyen lettem ezért meg azért, de ezt fogalmazza meg más, szerintem most én mondjam magamra, hogy
Remek ember vagyok. Nem tudom, nem tudom. Nem tudom, hát hogy mi az, amit mindig szem előtt tartottál, amikor például neked kellett dönteni? Hát például mármint a szakmában, vagy a magánéletben. Akár, akár. Hát nem akarom én ezt színházra fordítani, csak... Hát ez biztos, hogy nagyon, nem szeretnék senkit megbántani. Tehát úgy döntök, hogy inkább azt hiszem az én káromra jön ki az egész végeredménye. Valaki az én társaságomban van, akkor én azt szeretem, hogy az jól érzi magát. Nagyon sok emberrel találkoztam, aki nem ilyen, hanem azt szereti, hogy a másik elszégyelje magát, vagy mit tudom én, zavarba jöjjön, vagy tudod. Tudod, azért te is tapasztaltál már ilyeneket. Na, én meg olyan vagyok, hogy én azt szeretem, ha mindenki jól érzi magát, ha az én légteremben van. Nincs arszpoétikám, nem baj, de akarod, majd igyekszem és fogalmazok valamit. Fogalmazok valamit. Valami koeljut, majd. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat erre a beszélgetésre. Köszönöm szépen. És hát erőt, egészséget a következő évadra, évadokra. Köszönöm a nézőknek is a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. A viszontlátásra.